Az 1956-os forradalom és szabadságharc, majd a bukást követő megtorlások emléke szimbolikus erővel bírt a magyarországi rendszerváltozás folyamatában. A magyar nép győzelmét jelentette a pártállam felett, és az 1945 utáni politikai rendszer morális megsemmisülését szimbolizálta 1989. június 16-a. A hősök terén 200 ezren a televízió egyenes adásának köszönhetően több millióan szembesülhettek az állami eszközökkel elkövetett törvénytelenségekkel. A Németh Miklós által vezetett kormány politikájával szemben álló konzervatív kommunisták minden eszközzel igyekeztek az 1956-os hősök tekintélyét rombolni. Az újratemetést megelőző napokban műsorra akarták tűzni azt a propagandafilmet, amely 1958-ban a megtorlások idején Kádár János megrendelésére készült. A legfőbb ügyészség vádindítványában Nagy Imrét, Donát Ferencet, Gimes Miklóst, Maléter Pált és Kopácsi Sándort megvádolta a Népi Demokratikus Államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése büntettével. Tildi Zoltán, Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós vádlottakat a Népi Demokratikus Államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel büntettével. Népköztársaság nevében kihirdetem a legfelsőbb bíróság határozatát. A minisztertanács 1989. február 22-én hozott határozatot a koncepciós elemeket tartalmazó büntetőügyek felülvizsgálatáról. Ez a döntés szimbolikus jelentőségén túl a jogi rehabilitálások kezdetét jelentette. A Nagy Imre és társai ellen 1958-ban lefolytatott perrel szemben a legfőbb ügyész 1989. június 13-án nyújtott be törvényességi óvást. A legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa 1989. július 6-án kimondta, hogy a Nagy Imre és társai ügyében 1958-ban született ítélet törvénysértő, és ezért hatályon kívül helyezte. A Népi Demokratikus Államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel vádja alól bűncselekmény hiányában felmenti. Ugyanezen a napon meghalt Kádár János. '89 elején, amikor felmerül a korábbiak alapján a temetésnek a kérdése, de amikor Moszkvából megjönnek azok az iratok, amelyek hát Nagy Imrének az 1945 előtti múltjával függnek össze. Ez a folyamat jut aztán el oda, végül 1989. április 20-án egy olyan kormány határozathoz, amiben Németh Miklós utasítja Horváth István korabeli belügyminisztert, hogy a legfőbb ügyészségnek át kell adni a Nagy Imre és társaival összefüggő pernek az anyagát, és 8 nap szükséges ahhoz, hogy összecsomagolják ezeket az iratokat, és mintegy 84 irat csomónyi anyag átkerüljön a
legfelsőbb bíróság épületébe, a legfőbb ügyészség területére. És átadták a hanganyagokat is, tehát azt lehet mondani, hogy valójában úgy nagy vonalait illetően azt gondolta mindenki, hogy a teljes hangkép és iratanyag átkerült, mint utóbb kiderült, ez közel sem volt. Így. Valójában az 1989-ben lefolytatott peres eljárás során nem a teljes belügyben rendelkezésre álló iratanyagból készült el a törvényességi jóvás, ez különben csak 91-ben derült ki, 75 dossziétnyi anyagot adtak át, és mindegy 9 csomóban voltak a Snagovi naplónak különböző legépelt, hol hiányos különböző változatai, a viharos emberöltőt adták át, és jó pár olyan egyéb, mondhatni, családi relikviát vagy dokumentumot, amit a házkutatások során, vagy az illetők távol létében a lakásukból a nyomozószervek 56-57 folyamán elhurcoltak, de ezeknek semmi közük nem volt valójában a büntető eljárás jogi vonulatához. Átadták a teljes ilyen nagy fémdomozokban lévő filmanyagot is. Ez a filmanyag utána viszonylag rövid időn belül a Berecki vezette, hiszen Berecki volt akkor a Magyar Televíziónak az elnöke, és oda kerültek át, és onnan 2 darab példány készült legalábbis az ismereteim alapján ebből az anyagból. Egyet visszakapott a legfőbb ügyészség, hogy aztán a másik elindult egy vándorútra, és ez aztán különböző időszakokban Budapesten hol, kiknél, az immár rendszerváltott Magyarországon, vagy rendszerváltozáson átesett Magyarországon, milyen szándékokkal bukkant fel, ebbe most, hogy nem mennék bele. Budapest, 1956. október. Pusztulás, vér, köny, szenvedés borítja el fővárosuk utcáit. Az imperialisták és belső szövetségeseik véres ellenforradalmi zendülést robbantottak ki hazánkban. A szennyes hullámok azzal fenyegettek, hogy elöntik szocialista építésünk eredményeit. De az élet győzött a halál a pusztulás felett. A munkásosztály idejében lefogta kezét a dühöngő ellenforradalmi rémnek. Megállt kiáltottak a véres terrorlovagok fékeveszett topzódásának. Budapest utcáiról eltakarodott a banditizmus. Fővárosunk megtisztult a romtól, az alvilág szennyétől, hogy ismét elfoglalja helyét a rend, a békés építőmunka. A Nagy Imre per vádlottjait és a tanúkat Budapesten a Főutcai Katonai Bíróság épülettömbjében, de annak a Gyorskocsi utcai felében az Állambiztonsági Börtönben tartották fogva és hallgatták ki 1957 tavaszától. A börtön második emeleti kultúrtermében, amelyet kizárólag a per miatt tárgyalóteremmé alakítottak át, kezdődött meg 1958. február 5-én a Nagy Imre per. Az MSZNP politikai bizottsága már az első tárgyalási napon határozatot hozott a halasztásról. A pert valójában Moszkvából állították le. Áprilisban a per 8-rendű vádlottját, Nagy Imre egyik titkárát, Szilágyi Józsefet halálra ítélték, majd kivégezték. Tulajdonképpen, hogy a Jóskáikat perbefogták, Nagy Imréjéket perbefogták, azt én a Reinhardt Ferenc volt kollégától, tehát egyetemista társtól tudtam meg, akit behívtak kihallgatni, de úgy, hogy szembesítették a Szilágyi Józseffel. És akkor a meglévővel mondta nekem el a Reinhardt Feri, hogy látta a Jóskát, hogy mennyire le van fogyva, akkor éhségsztrájkot is folytatott, ugye? És tehát őtőle tudtam meg, hogy itt a per erősen zajlik, és erről a külsőleg nem lehetett tudni semmit. Az őr felkísért, és ezt az ajtót kinyitotta, és bekísért, és a szemem elé tárult a terem, a tárgyaló teremnek a helyzete, mégpedig akkor úgy volt, hogy középen voltak a
a székek felállítva úgy nézett ki, mintha egy színházterem lenne, és előadás van, bal oldalt és jobb oldalt szabad járó lehetőség volt. Körülbelül 25-30 fő volt a teremben, nem tudom, hogy azok kik voltak. Én, mikor ott elhaladtam a sorba, akkor a Szilágyi, ha jól emlékszem, a második vagy a harmadik sorban legszélül ült, nem tudom miért ott ült, nem is lehetett kérdezni. Köszöntem neki, szervusz Jóska, annyit mondott, hogy Ferikém csak az igazat mond, és akkor előre kellett lépnem a pulpitushoz, ahol a bíróság tartózkodott. Elől volt egy emelvény, és az emelvényen ült a bíró, a ülnökök, és stb., akik részt vettek a per vezetésében. A bíró először leellenőrizte, ki vagyok, megkérdezte, hogy hívnak, honnan ismerem a Szilágyit, meg azt kérte, hogy a kérdésre válaszoljak, a kérdésekre vagy igen, vagy nem, semmi mellébeszélés. Ez körülbelül egy 7-10 percig tartott, talán 5 vagy 6 kérdést tett föl, pontosan már nem emlékszem, régen volt, és megköszönte és elbocsájtott. De Szilágyival már akkor nem tudtam beszélni, mert nem is engedték. Nem akartam hinni. És akkor elmentem a munkahelyemre, és hullottak a könnyeim. Bementem a irodába, és úgy azt mondom, hogy mit keresek én itt. És visszafordultam, és hazajöttem. Ezt senki nem úgy gondolta, aztán utána az ember elkezdett gondolkodni, ismerve a Jóskát, akkor csak erre tudott gondolni, hogy itt nagy dolgok hangozhattak el, mert a Jóska szerepe alapján... Együtt, velünk teljesen egyetértve, ellenkezésüket soha semmilyen formában ki nem nyilvánítva, részt vettek még más emberek is, elsősorban Kádár János, Zilik Ferenc és Apu Antal. Kérem szépen, akik... álljon meg egy pillanatra. Megint fel kell világosítanom önt, mint aki hát mint jogász tudhatná, meg kell, hogy mondjam, mert a legáltalánosabban ismert jogi kérdésekről van szó. Bűnvádi eljárást nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt bizonyos becsületsértés és hasonló ügyektől eltekintve mindig az ügyészség... Én úgy tudom az én jogi tanulmányaimból, hogy bizonyos cselekményeket közösen elkövető embereket, ha azok a büntethetőséget kizáró ok valamelyike alá nem esnek, nyilván felelősségre kell vonni, és nem a hatalmi helyzet dönti el, hogy egyesek ezek közül vádlottakként, mások ezek közül bírákként szerepeljenek. Tepetébe. Vagy vádlottként. Kérem szépen, álljon meg egy pillanat. Én elmagyaráztam önnek már azt, hogy a magyar bíróság épp úgy, mint ahogy az amerikai, angol, francia, német, Szovjetunióban a bíróságok, minden országban a bíróságok államellenes bűncselekmény miatt vádirat alapján, azon az alapon indítatnak el bírói eljárást, hogy vádat emelt az ügyészség. Ön tudja, hogy ön ellen vádat emelt. Az a kérdés a bíróságot nem érdekelheti, hogy önnek mi a véleménye azokról, akik ellen nem emeltek vádat. Ezek szerint az ügyészség az élet és halál ura. Mert azzal, hogy emeli vagy nem emel vádat, eldönti, hogy egyeseket a vádlottak adjára ültet, másokat pedig vádlottá tesz. A legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa 1958. június 9-től kezdve több napon keresztül tárgyalt a Nagy Imre és társai bűnperét. A Nagy Imre és társai elleni per a kényszer szünet után 4 hónap múlva
1958. június elején folytatódott a Gyorskocsi utcában. Amikor befordultunk a folyóson, az látszott, hogy kötek kábelek tömege van a földön a falnál, ahogy megyünk jobb oldalt a falnál lent. És ez hátulra egészen a folyosó végéig vezetett ez a kábel, és itt az utolsó szobán belül végződött a kábel útja. Tehát egy meghatározott ponttól egy meghatározott pontig kábelek tömege vezetett. De még mindig nem tudtuk, hogy ez a fényfelvegőgép. Amikor beléptünk, és hirtelen világosítottak a kamera mellől, akkor láttam, hogy egy nagy döbri, úgynevezett döbri gép van, és mögötte egy nagyon kövér ember. Erre emlékeztem csupán. És az én esetemben körülbelül kétszer kapcsolták be, és kapcsolták le a gépet, ami nagyon zavaróan hatott azért. Készüljön, holnap maga következik. Megint azt mondom, semmi más nem várunk magától, mint amit jegyzőkönyvbe vallott. Kap angol hírszerző ügynöke, Legéci László követségi gépkocsi vezető. Nagy Imre politikai hagyatékát tartalmazó iratokat külföldre juttatni, ugyanis az a Nagy Imre köréhez tartozó kommunista, aki eddig ezeknek az iratoknak a gondozója volt, elszándékozik hagyni az országot, és szeretné a rábízott dokumentumokat valamilyen biztos úton külföldre juttatni. Aznap reggel magam borotválkozhattam, és az embernek nem volt jó időérzéke ott. Egyszer csak jött értem egy kis tizedes, átvett szabályosan az osztályon, és karonfogva vitt egy végén függönyökkel lezárt folyosó részen leültetett egy padon. Mellettem ült, szorosan fogott. És mivel igen forró nap volt, a függöny mögül kihallatszott valamilyen hangfelvétel, ami az ajtók mögött zajlott. Úgyhogy én végighallgattam, ha nem értettem is minden szót, de fölismertem, hogy Márkus István tanúvallomása zajlik. Azután, mikor ő befejezte, akkor Nagy Imre valakikkel elég ingerülten vitatkozott, ellentmondott, bizonygatott, azt nem lehetett szó szerint jól érteni. A partizán a szocialista táborban való magatartásukat becsülöm, és nem vagyok hajlandó, hogy megismétlődjék a Reichsbernek a gyalázatossága, amikor a föld mögé álmérte, odaálljon a jugoszláv ügyeket hozzájárulni. Ilyen, tessék, egyet megtanulni. Itt a tárgyalást én vezetem, és nem ön. Az azt jelenti, hogy ha én szót adok, akkor tessék beszélni. Most rendre utasítom, azért, mert a bíróságot megsértette. Bocsánat. Mi itt a bíróságot? Sokáig ültem ott, már régen úgy látszik, Saron lettem volna. Egyszer csak Vida bejelentette, azt lehetett érteni, hogy 10 perc szünetet rendelek el, fölpattantak az ajtók, és egy-egy kék rendőrtisztnek öltözött, általam többnyire ismert ávós nyomozó kíséretében megjelentek a Nagy Imre per vádlottai a folyosón. Ez a szerencsétlen kis őr engem megragadott, és vitt volna valahova, de nem volt hova. Végül betuszkolt egy szobába, ahol nem volt szék, csak asztal, gyönyörűen megterített svéd asztal. És alig dugott el a sarokba, arccal mindig a sarokba kellett állni, átvetett kézzel. Amikor megjelent Vida az egész bírósággal, a négy népi ülnök, az ügyész, tizedes elvtárs, nem tudta máshova vinni. Hát tizedes elvtárs megragadott, kivitt a folyosóra, és akkor ott végignézhettem mindenkit. Különösen Maléter maradt meg a szememben, mert
olyan szálegyevesen és olyan bátoran nyílt tekintettel nézett szembe halállal, hogy akkor ott helyben azt mondta magamnak, hogy ha minket is halálra ítélnek, akkor én is így szeretnék szembenézni az elkerülhetetlennel, honvédtisztként. Ahogy a várárokban ott Aradon oda térdelt az a négy főbelövendő, meg egymás után oda ment az akasztófák alá a többi, példát adtak későbbi korok elítélt katonáinak. Engem november 3-án foglak el, és én attól kezdve egészen a tárgyalások megkezdéséig, és a tanúvallomások megkezdéséig abban hiszem be voltam, hogy az, amit én tettem, az helyes volt. Nagyon érdekes volt, hogy a tárgyalás a tanúvallomás előtti szakaszban, de már jóval hónapokkal ezelőtt le volt választva a folyosó ketté. Deszkafal választotta, hogy ne találkozzanak bizonyos emberek, meg füttyentés, meg fényjel, meg mindenféle ilyen taktika választott el bennünket attól, hogy ne találkozzunk. A tárgyalást annyiba éreztük, hogy lesz, de az én nem tudtam a magánzárkába, és nem közölték velem, hogy Nagy Imre tárgyalásra visznek. Csak megborotváltak, hajnyírás volt előtte, és úgy kísértek föl. Az utolsó pillanatban mondta meg a kihallgatón, hogy Nagy Imre perben tanúként hallgatnak ki. Nagy csattogás, bejön az ügyeletes tiszt karddal, 4-5 rendőr vele, ötözöm, és vittek keresztül a kihalt épületen a déli végébe, az épületnek egy nagy sarokirodára, nem tudom melyik emelete. És abból, ahogy a kis kísérőm odaállított az előszobába a falhoz, és ő nagyon keményen, tisztelegve bejelentette, hogy meghozott, abból sejtettem, hogy hát valamilyen magasabb sarzsi elé kerülök. Középen egy szék, még a szokásos kis asztal sincs, az ember mintha mesztelenül ülne a figyelem középpontjában, védelem, pszichológiai bizonyosság nélkül. És hát akkor ez elkezdett kérdezgetni, nagyjából végigment a peren, biztos, hogy elmondod nekünk mindent, hát mit mondjam erre az ember, dehogy mondtam el mindent, csak amit muszáj volt, de hát ott már ilyenkor az ember meggyőződéssel hazudik, mert különben észreveszik rajta, minden szögből lesték az arcomat. De megnyugodtak, és akkor mintha bólintott volna, mint ezzel hagyva jóvá az alkalmasságomat a perre. Annyira vigyáztak, hogy karcoltattak is néhányszor. Mert hát nyilvánvalóan az ember penészvirág színű volt. Ha nem működött a lift, akkor is levittek sétálni. Szerencsétlen rendőrök járták velünk a lépcsőt leföl. De hát az ember tavaszillatot érzett, ha nem tudta volna, hogy milyen hónap van, akkor is kiderült volna. Nagy Imre politikai hagyatékát tartalmazó iratokat külföldre juttatni, ugyanis az a Nagy Imre köréhez tartozó kommunista, aki eddig ezeknek az iratoknak a gondozója volt, elszándékozik hagyni az országot, és szeretné a rábízott dokumentumokat valamilyen biztos úton külföldre juttatni. A jugoszláv követségen kívül maradt bűrtársai Gimes Miklós vezetésével illegális szerveskedést folytattak. Erről való... Ohó, Róbert! Ezen keresztül nézeteinket képviselnénk.
illetve az itt rögzített elképzeléseket, amit az előbb már jeleztem. Ahhoz, hogy ezt képviselni tudjuk, ahhoz szükség van egy szűkebb csoportosulásra, amely lényegében ezt a politikai irányvonalat ebben a nyilvános, legális szervezetben, mint az értelmiségi tanácsban képvisel. Ott volt az emelvény, bírói pulpitus. És itt az ügyész. És itt az ügyész. Igen. És akkor itt a... Védőügyvédő. Vagy öt védő, hat védő volt. Hat. Igen. És fönnült vala a jegyző. Igen, a jegyzőt azt teljesen kihagytam, meg sem néztem. Igen. A mikrofon az többször. És akkor itt volt egy mikrofon, amihez kiléptél. Nagy Imre, lépjen elő, és akkor ide jött a mikrofonhoz a helyéről. A vádlottak azok abban sorban ültek. Nagy Imre, Donát, Gimes, a Nagy Imre perbe. Igen, és Maléter hátrább ült egy sorra. Egy sorra. És Vásárhelyi meg Tildi egészen a végén. Végén. Jobb volt a végén ülni mindenkinek. Igen, itt volt egy bemélyedés a mostani vetítő. Igen, ebből a szögből vették fel az embert, igen. Igen, és úgy tudott a kamera bejjebb húzódni. Mert az ajtó mögé úgy húzódott be, hogy jött egy beugrás volt. Ez a meleg miatt csak ez az ajtó volt nyitva, összesen ennyi levegőt kapott a terem. Akkor az ablakok nem voltak, mikor legalábbis én délelőtt jöttem, akkor még a vastag függönyök mögött az ablakok zárva. Nálam ilyen résbe. Lehet, már nem bírták tovább. Nem bírták tovább a meleget. Ilyen résbe volt nyitva három ablak, ha jól emlékszem rá. Hát igen, aztán az ember nem számolta meg. Bíróságon belül egyeduralkodó volt a Vida. Igen. A többieknek egy ilyen bólogató szerep jutott. Még az ügyész is alig jutott szóhoz. Így van. Vida uralta a terepet kérdéseivel, közbeszólásával. Nagyon durva időnként. Nagyon durva hangnemmel. Igen, hogyne. Mert fölül kellett kerekednie szellemileg olyan embereket, mint például Nagy Imre. Igen. Aki halálra volt számva, és nem tisztelte Vidát. Ezt a tárgyalást én vezetem, nem maga. Igen, üvöltött időnként. Mindenesetre a bíróságban elvileg a népi ülnököknek nem lett volna szabad ellenérdekeltnek lennie, ellenségnek. A tanúktól megkérdezték, hogy haragban van-e az illetővel, akire tanúskodik, de a népi ülnökök haragban voltak. Ott volt például ennek a köztársaság téren agyonlőtt kis katonának az özvegye állapotosan. Valakinek más, már a felesége volt, úgy látszik. Ő nem nagyon tudott szólni, mert hát ő volt a legkevésbé képzett, de a többiek se. Tessék, lássék, valamilyen kérdést föltettek, aminek semmi értelme nem volt. Csak azért, hogy szerepeljenek. Vida átlépett ezeken a közbeszólásokon, kérdéseken, mintha mi sem történt volna. Ő tudta, hogy a forgatókönyvben ezek csak színpadi díszletként vannak ott. Igen. A szereposztását mindenkinek meg kellett tanulnia. Noha nem rajkügy volt, ahol a teljesen légből kapott vallomásokat megetették a vádlottakkal, és szó szerint föl kellett mondaniuk. Nem, itt tulajdonképpen tényekkel dolgoztak, de csak azok a tények kerültek jegyzőkönyvbe, amelyek alátámasztották. Fazonírozták ezt a... Igen, igen. Értse meg, ez Vidának volt. Magát ezzel nem vádolják, erről ne beszéljen. Mint ahogy Kádárról se lehetett beszélni, mert őt semmivel se vádolták. Igen. A bírósági tanú kihallgatásra, amikor beérkeztem, elég nagy zavarba voltam. Az igazság az, hogy életemben akkor voltam először bíróság előtt, igaz ugyanúgy tanúként, de hát ez is azt jelentette. Úgyhogy ebből adódóan nem is nagyon emlékszem pontosan azt, hogy én erről az oldalról, ahonnan bejöttem, hogy kerültem oda?
senki nem vitt, ez biztos. Oda, valahogy oda kerültem, és ott azon a részen, ott volt a pulpitus, ahol három vagy négy ember ült, középen egy szemüveges férfi, aki a bíró volt, a nevére már nem emlékszem. Hát ő kérdéseire válaszoltam, először nyilván, hogy a pontosan, hogy miket kérdezett, arra nem emlékszem, de az biztos, hogy megkérdezte a nevemet, és itt ezekre válaszoltam, és utána következett tulajdonképpen a Manéter Pállal kapcsolatos kérdések. Segervádi László, igen? Igen. Kérem, tanúként fogom kihallgatni Nagy Imre és társai bűnügyében. Mindenek előtt figyelmeztetem, hogy ebben az ügyben a legfelső bíróság népbírósági tanácsa 100 tárgyalási közlési tilalmat rendelt. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami történik, elhangzik, államtitkot képez, és erről illetéktelen személyeknek tudomásra juttatás, bárminek tudomásra juttatás, államtitok sértés mindenki valósítja. Megértettem. Egyen László Lászlónak hívják, hol és mikor született. Budapesten 1931-ben. Foglalkozása. Hivatásos katona. Emlékszem, hogy Nagy Imre úgy viselkedett, mint kommunista miniszterelnök a kommunisták között. Megvolt az öntudata, tisztában volt a rangjával, tisztában volt az igazával. Azzal is, hogy csak hazugsággal lehet őt kikezdeni. Fölényes volt. Nem is csodálom, hogy még azt a preparált ávós filmet sem merték soha bemutatni, mert értőszemnek kiderült volna, hogy Nagy Imrének van igaza, és a vidát kellene az akasztófal állítani. Röviden. Igen, tisztelt legfelsőbb bíróság, népbírósági tanácsa, elnök úr. Bűnperemben sajnálatosan elmaradt a bizonyítás kiegészítés, és csak a vád... Nagy Imrének tehát nem elég bizonyíték vádlott társai és 26 tanú leleplező vallomása, 36 kötetnyi dokumentum és az a sok könny és szenvedés, amelyet az ellenforradalommal hazánkra zúdított. A Rajnai Sándor által felügyelt, képzett operatőr, rendező és vágó közreműködésével készült 1958-as propagandafilm Goebbelsi technikákat idéz. Ma már összevethetjük a perc során rögzített és fennmaradt folyamatos hangfelvételt a propagandafilmmel. A finom, ugyanakkor rendkívül durva manipuláció igazolására érdemes egy példát idézni. A kihallgatás során a Fazekas György tanúhoz intézett bírói kérdést a filmkészítői megváltoztatták, és egy narrátor, nevezetesen Dömög Gábor rádióbemondó szájába adták. Fazekas György tanú a bíró kérdésére ismertette, hogy kik voltak a zárt csoport tagjai. Személy szerint sorra nem föl? Nem adok összetett a tévőket, akiről konkrétan és határozottan állíthatja, hogy tudott arról, hogy önkenemnek akarja küldeni. Zsabai. Nagy Imre, Losonci Géza, Donát Ferenc, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc. Én Nagy Imre féle csoport létezését a vizsgálat során is, de itt a tárgyalás során is tagadásba vettem. A lefolytatott bűnperben fény derült arra, hogy a zárt csoport részére Nagy Imre írásban egy államellenes platformot állított össze. Ezt bűntársai útján illegálisan terjesztette, sőt külföldre is kijuttatta. Ezzel szemben Fazekas György nem a Nagy Imre csoportról, hanem a jugoszláv követségen történtekről tett vallomást. A per eredeti hangfelvételén jól hallható a bírói kérdés. Ön a jugoszláv követségről valamilyen üzenet közül kiküldésében részt vette, milyen üzenet volt ez és hogyan tört? Ennek mik voltak az előzményei, hogy mi történt? Két üzenetet küldtem. Én? Igen. Személy szerint én küldtem, az összes ott levő, ami történt megállapodás alapján,
Ki azok az összes ott lévő? Személy szerint csak. Személy szerint tessék felsorolni, akik, bocsánat, nem az összes ott lévőket, akiről konkrétan és határozottan állíthatja, hogy tudott arról, hogy ön üzenetet akar kiküldeni. És abban egyetértek az önnel. Nagy Imre, Losonczy Géza, Donát Ferenc, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc. Ilyen módszerekkel valósult meg a film. Nézzük meg ismét a propagandafilm részletét. Fazekas György tanú a bíró kérdésére ismertette, hogy kik voltak a zárt csoport tagjai. Személy szerint sorolják fel? Bocsánat, nem adok összefogni őket, akiről konkrétan és határozottan állíthatja, hogy tudott arról, hogy önnek akarsz küldeni. Nagy Imre, Losonczy Géza, Donát Ferenc, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc. Rajnai személyében az igazi értelemben vett korábbi államvédelmi legszebb hagyományokon, hát a legszebb idézőjelben felnőtt, a korát és a környezetét meghazudtoló képzettséggel és tudással rendelkező vezető volt. Tehát nem véletlen ő fogta össze, nem véletlenül ő volt a meghatározó személye azoknak a kihallgatási vonulatoknak, irányzatoknak, amelyek az 56-ot követő felelősségre vonást meghatározták. Az is nyilvánvaló, hogy az a információ mennyiség, ami nem a később leszűkített és a perben felelősségre volt a Nagy Imre és társai ügyben elmarasztalt személyeknek az ügyére vonatkozott, Rajnainél sokkal, de sokkal szélesebb körben ismerte az anyagokat, hisz valójában 57 augusztusáig, amikor egy sokkal szélesebb ívű és el nem döntött vizsgálat, hogy kikre fog ez lecsökkenni, annak is ő volt a vezetője, irányítója, és az, hogy ő ugyanúgy kim volt Biszkuval Moszkvában, amiről általában iratok nem igen szólnak, csak az van, hogy Biszku ment ki ez a három szovjet vezetőhöz, Ivasenkóhoz, Andropovhoz, illetve Rudyenkóhoz, gyakorlatilag a Rajna is kim volt, tehát ő adta meg azokat a háttérinformációkat, szükséges tájékoztatást, ami részben a Biszku kinti tárgyalásához biztosították a feltételeket. Másrészt nyilvánvalóan ő volt azokkal a szovjet tanácsadókkal is kapcsolatban, akiknek viszont neve, személye nem szerepel a Nagy Imre és társai peres anyagában. Manuálisan én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy valahogy az derült ki az ő szavaiból, hogy ez a film az ő szellemi terméke. Tehát azt a mondatot, hogy én írtam egy forgatókönyvet, hogy leírtam, hogy készítettem egy anyagot, azt később lektorálták, belenéztek, vagy bármifajta módosítást eszközöltek rajta, ezt ő így nem mondta ki. De az is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egy dédelgetett gyerek az ő számára, ha úgy tetszik, egy emlék, egy olyan emlék, amiben hát neki alapvető szerepe, meghatározó szerepe volt. Érdekes, hogy feltetten az ember saját magának feltetne egy ilyen kérdést, hogy mi az, ami kimaradt? Tehát mi az, amivel lecsökkentették a filmnek a terjedelmét, vagy mi az, amiben módosítottak? Én azt hiszem, hogy a módosítás az inkább az lehetett, hogy több vágókép került bele. Tehát, hogy minél kevesebbet szerepeljenek maguk a vádlottak, minél kevesebbet szerepeljen a bíróság, és minél több, ha szabad is fogalmazni, sokkoló anyag maradjon meg, ami ennek a filmnek a végén kihirdetett ítéletet megalapozhatja. Nagy Imre, felsőrendi vádlott, bűnös. A Népi Demokratikus Államelnök megdöntésére irányuló szervezkedés bevetésével elszakadt büntetben, valamint hazárulás büntetében, és ezért ő a népbírósági tanács halálra, valamint teljes vagyonelbontásra ítéli. A népbírósági tanács a többi vádlottat, így Donát Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildi Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre, Jánosi Ferencet 8 évi börtönre, és Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélte.
így történt. Tehát nekünk azért kellett elmenni egy másik börtönrészbe, mert nekünk nem szabad volt megtudni, hogy a miniszterelnököt és honvédelmi minisztert és társat felakasztok. Ez a hely egy kicsit megváltozott. Akkor pontosan megmondom, hogy nézett ki. Ez a fal nincs. Tehát ennek a háznak a végén az az ajtó, amin bevittek bennünket, akasztáshoz ugyanazon az ajtón kihozzák. Itt egy kis egy méter széles betonjárda megy át a kórházba, és ezt, hát ezt nem lehet elfelejteni, mert a jóisten tudja, hányszor mentem át rajt. Mit tudom, én nem tudom mennyiszer. A pontos hely ennek a táblának, ez azért van itt, mert előtte két méterre volt az első bitó. Itt volt az első bitó. Tehát itt akasztották fel Nagy Imrét. Másfél méterre a második, másfél méterre a harmadik, és másfél méterre a negyedik bitó. Négy bitó volt annak idején. Amikor felakasztották az embert, és mondjuk többet kellett volna még akasztani, vagy utána még volt akasztás, akkor ezen a falon túl, ennek a kis háznak a sarkába, itt van egy kis bódé, mindössze alig tudunk bemenni, de 2-3 méter hosszú, és másfél méter széles. Oda dobták be a halottat, egy zsákba, és majd amikor jött a lovaskocsi érte, akkor betették egy fa ládába, és azzal ment ki a lovaskocsi. Ahova minket elvittek, a jobb csillag kettes részébe, eddig csak hallottuk, hogy megjött a lovaskocsi, meg most megy a lovaskocsi innen az ablakokból. De akkor láttuk, hogy jön be a lovaskocsi, és láttuk, hogy megy ki a lovaskocsi. És az volt a érdekes ezen a napon, hogy se nem jött be, se nem ment ki a lovaskocsi. Tehát valamit kellett vele csinálni. Nem mondom, hogy azonnal, de nem sokára, 2 hét, 3 hét múlva nem vitték ki őket, itt voltak eltemetve, itt, a fal mellett. Ide temették el őket. Természetesen nem temetés, csak kikaparták a földet. Tehát ez a kisfogháznak az eredeti vége. Azokban az ablakokban is halálra ítéltek voltak, ahol bent voltunk az előtt. Őket ide kaparták be, mint hármójukat. Nagy Imre teljesen készen volt a halálra, pedig láttam, hogy alig várják, hogy kínálják neki, hogy törjön már meg, az életét menti meg. Na de erkölcsi halál árán mentette volna meg az életét. Ha azt mondja, hogy ellenforradalom volt, azt mondja, hogy megtévedtem, a tömegek utcájába kerültem, akkori fordulat. Talán még miniszter is lehetett volna belőle, de a forradalom elárulása lett volna attól, akit az egyszerű tömegek a forradalom miniszterelnökének hittek. A forradalom alatt volt miniszterelnök, halálában vált 56-os hőssé, amit nem mindenki mondhat el magáról. Neki az egész moszkovita múltjával megfordulni a damaszkuszi úton, és elvállalni a dicstelen akasztófa halált a kölykök hatása alatt. Az utcai harcosok fordították meg. Sokkal nagyobb teljesítmény volt, mint nekem, aki honvédtiszt voltam, és egyebet se tettem, mint szerettem a hazát. Nekem nem kellett megfordulnom. Akármire ítéljenek, önmagamat vállalom. Gimes élete és halála meg volt pecsételve előre. Ez meggyőződésem. Olyan igazságokat
és kemény igazságokat vagdalta Kádár fejéhez, amit Kádár nem bocsátott meg neki. És Kádár, ha akarta, ugye Kopácsit megmentette. Akit akart, meg tudott volna menteni, többek között a Gimest is, ha nem lett volna benne is. Nyilvánvalóan egy Gimes ellenes düh, vagy ráadásul még nem csak düh volt ez, hanem egy olyan ember, akit ismerhetett a Kádár annyira, hogy nem fogja be a száját. A titkos perek nagy múltjára rátettek még valamit. Nem a titkos, a koncepciós perek nagy múltjára egy titkos kirakat peret csináltak. Ez én nem hiszem, hogy volt az előtt. Mert hiszen az előző nagyokat a rádió nyilvános egyenes adásba közvetítették. Itt pedig hát a hallatlan titkolózás, a fenyegetés, a figyelmeztetés, hogy ebből semmit nem szabad elárulni. Még a saját következő tanácselnököm se tudhatja meg azt a borzalmat, hogy Kádár János helyeselte. Ugye hát ez valami új volt, a rossz lelki ismeret, az állandó druk, képzelheti, milyen erősek vagyunk, ennyire voltak erősek. Nagy Imre és társai, valamint családtagjaik 1956. november 22-én este 6:30 körül, bízva a Kádár kormány ígéretében, lemondtak a menedékjogról és elhagyták a jugoszláv követség épületét. A szovjet alakulatok azonnal őrizetbe vették őket, és november 23-án repülőgépen Bukarestbe, majd onnan a Snagovi tó partján lévő kormányzati üdülőtelepre deportálták őket. Kétoldalú szovjet-magyar tárgyalások eredményeként 1957. április közepén Rajnai Sándor, a belügyminisztérium politikai nyomozó főosztályának vezető helyettese tartóztatta le, és Budapestre szállítatta a férfiakat. A deportált feleségek és gyermekeik semmit sem tudtak a Nagy Imre és társai elleni perről. A őrség tudta, hogy mi szeretjük a zenét, és a rádió többnyire kirakták, ha zene volt az ablakba. És ekkor ez volt a per idején, a rádiót nem rakták ki, nem nagyon hallgatták, úgyhogy ha a beszéd lett, akkor lekapcsolták. Hát ugye mi nem voltunk perfekt románok, de azért bizonyos dolgokat az ember megértett volna. Akkor a gyerekeket kiküldték a kertbe, minket az ebédlőbe összegyűjtöttek, és oda lökték a Népszabadságot. Hát az tényleg valami borzalom volt. Ugye nagyon humánusak voltak, mert a felcsernőt oda rendelték, aki aztán Ellának kellett adni valami nyugtatót, mert ezzel a föltépte az ablakot, és üvöltött, hogy gyilkosok, gyilkosok. Tulajdonképpen, és ez amikor amikor a kihallgatási jegyzőkönyveket, amikor a filmeket néztem, akkor döbbentem rá, hogy nagyon a perről nagyon keveset beszélt. Nem csak Gyuri nekem, hanem ugye, ha együtt voltunk, ahogy az összes börtönbeli humoros rész előkerült, meg a Snagovból is az ember, ugye ezeket idézte föl, ezek mind terítékre kerültek, nem is egyszer, vagy néha egy új mozzanat is. A perről nem esett szó. Én a perről csak annyit tudok igazából, addig, ameddig nem volt alkalmam belenézni a dolgokba, hogy azt, hogy Gyuri elmondta, hogy a Losoncinak a vallomás, nem csak az, hogy ugye a Losoncról tudták, hogy nem, hanem amikor a Losonci vallomásait megkapták, és ugye ismerve az előzményeket, ott valami rémségek voltak, és hogy ezt kellett valahogy kiparírozni. Tehát tulajdonképpen a perről magáról én nem emlékszem, hogy szó esett volna, és ugye ezt a lányomat is megkérdeztem, és ő is erre emlékezett vissza, mert ugye az időközben nőtt, meg hát ő is részt vett ezeken a felnőttek beszélgetésén, és ez volt. Nem beszéltek a perről, és azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy nem beszéltek a perről.
magáról a perről, mondom, ezt a losonci dolgot, ezt elmondta Gyuri nekem, de a perről nagyon-nagyon nem esett szó. Most az első kihallgatások idején a Gyuri gondosan ellenforradalmat mindig kijavította, felkelés ezérbe, aztán abba hagyta. Abba hagyta, mert rájött, hogy semmi értelme az egésznek tulajdonképpen, és nyilvánvalóan életbe akart maradni. De ez más kérdés, hogy ebben nem kötök bele, mert semmi értelme, mint az, hogy a per idején senkire ne tegyek olyan vallomást, amivel nehezítem a helyzetét. Értem a kérdés, egy pillanatig gondolkodtam. Ilyen helyzetben szerintem az emberek csak azt tehetik, hogy másnak nem ártok, de hát ezek fiatal emberek voltak, hát élni akartak. És hát... Bírósági tévedés, áldozata vagyok. Kegyelmet nem tudom.